Mindenek előtt nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. Éppen mostanság az önkormányzati választások idején, mert ugye most forrong az egész ország, meg lesznek a választások. Erről is beszélünk majd, de előbb azért kezdjük egy kicsit messzebbre. Eszébe jut-e még 1984 és a Los Angeles-i olimpia, amikor is olimpiai kerettag volt, mint kardvívó, és aztán az ismert politikai okok miatt nem sikerült kimenni. Ez mennyire nyomasztó még ma is esetleg, ha még eszébe jut? Eszembe jut, persze, természetesen, de először köszöntöm én is a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást. És nem nyomasztóként jut eszembe, hanem miután azóta voltam 4 olimpián vezetőként, megízleltem egy picit az olimpiai hangulatot, és akkor egy picit úgy sajnálom, hogy nem volt lehetőségem akkor kiutazni, bár nyilván keretben voltam, az még nem azt jelenti, hogy az utazó csapat része, hanem a felkészülési csapat része voltam, de azért volt esélyem arra, hogy bekerüljek. Hát aztán jött Szöul 1988-ban, ott már nem volt ilyen esély, vagy pedig az életpálya egy kicsit arra vezette, hogy akkor mondjuk nem volt annyi időre. Nem, én akkor eldöntöttem, hogy ha a politika ilyen erősen beleszól a sportba, akkor ezt nem érdemes csinálni, mert egyik pillanatban a másikra áthúzhatják az embernek a terveit, és nekem volt tisztességes végzettségem, én orvosként végeztem a Budapesti Orvosi Egyetemen, és meg is volt az állásom a sportkórházban, és akkor eldöntöttem, hogy elkezdek rendesen, idézőbetében rendesen dolgozni, azaz nem a sport lesz az elsődleges cél, hanem maga az orvoslás, azon belül a sportorvoslás, hiszen sportorvosi szakvizsgám volt, és a vívó válogatott keret mellett elvégeztem ezeket a teendőket, és természetesen vívtam tovább, de már akkor nem voltak olyan álmok, hogy esetlegesen valami világversenyen az ember odaérjen. Sebész. Sebész, igen, sebész vagyok. Sportorvosi és sebészi szakvizsgálom van 2, és mind a 2 a szívemhez közel álló része az orvoslásnak. De azért most bajba lenne, polgármester úr, egy cikét oda nyomnának a kezébe. Hát nem lennék bajba, de azért nem biztos, hogy belevágnék. Azért egy jó asszisztenciával sok mindent meg lehet csinálni, hiszen azért nem egy orvos operál általában, hanem valamikor 2, valamikor 3. Nagyon sokszor eszembe jutnak az akkori műtétek, amiket az ember végzett, különösen az éles szituációk. Tehát nem lehet kiírtani az emberből ezt a stresszt, ezt az érzést, ezt az egész orvoslást, ami egy fantasztikus, szép hivatás. De hát természetesen azért most már ez több mint 25 esztendő. Vívókard? Mikor volt a kezében utoljára? Vívókard az van a kezemben, nem vívóként, hanem elmegyek a vívóversenyre, csak megfogom. Nem vívok már. 42 éves voltam akkor, amikor befejeztem, akkor választottak meg a Magyar Vívószövetség elnökének, és akkor úgy éreztem, hogy összeférhetetlen a versenyzés az elnöki pozíciókkal, tehát magát a versenyzést abbahagytam, akkor még egy jó párszor azért a terembe lementem, de ma már nem. Más sportágokat csinálok a szabadidőmben, focizok, kerékpározok, úszom, ha van lehetőség, akkor kosárlabdázom, tehát váltottam így az életembe, és ez így jó is, mert sok minden más mozgás. Erre most nem lehetőség a kedves hallgatók, hogy csak, vagy kedves nézők, hogy csak sportról fogunk beszélgetni. Fogunk másról is, de akkor egy pillanatra még 2 mondat erejéig visszatérnék, mert megelőzött a kérdéssel, hogy a Vívószövetség elnöke, de hát aztán a sporttal való kapcsolat soha többé nem szűnt meg, mert a Magyar Olimpiai Bizottságnak is volt aztán 2-szer is. Most is elnökségi tagja, hát, elnöke voltam, igen. 2-3 cikluson keresztül, most elnökségi tagja vagyok. Na most erre a vonalra fűzöm föl a következőt, de még az előző mondatába egy pillanatra kapaszkodnék, méghozzá 84-88-as időszakra, hogy azt gondolta a polgármester úr, hogy nem jó az, hogyha a politika ennyire beleavatkozik a sportba, ugye ez ma már nincs így. Ez jó kérdés, és mondhatnám azt is, hogy beugratós kérdés. Ha nem ismernénk olyan régen egymást, akkor még mindenféle indulatot is feltételez, de nyilván nem így van. Beleszól most a politika a sportba. Egyébként az a kérdés, hogy milyen arányban és milyen nagyságrendben és milyen irányban. Mert egy olimpián való szereplés azért egy nagyon durva döntés. Nagyon sok olyan sportoló volt akkor, aki éppen akkor lett volna éremesélyes adott esetben, aranyéremesélyes, az életüket tették rá arra a sportágra, és utána már nem tudtak visszakerülni a rendszerbe, meg kiöregedtek, vagy abba hagyták.
Tehát az egy nagyon súlyos döntés volt a magyar sport a szempontjából. Most a politika benne van a sportban, de azért rengeteg többlet támogatás van, és nagyon világosan kifejtette a miniszterelnök úr még miniszterelnökség előtt, az előző ciklus előtt, hogy stratégiai ágazatnak tekinti a sportot, amiben egyet lehet érteni. Az egy másik kérdés, hogy azon belül, akár a személyi kérdésekben, akár a források sportba való irányításában mennyire van benne a szakmaiság, és mennyire a politika, de ahhoz egy sok-sokat kéne beszélgetni, meg nyilván hátteret is látni a nézőnek is, hogy azt értse. Na, de hát mindenhol így van, nem csak nálunk, én azt hiszem, szóval az, hogy politikamentes sport, ilyen szerintem a világon nem létezik sehol. Igen, ha az a politika azt mondja, hogy a sportstratégiai ágazat is kiemelt, az szerintem nagyon jó, és ebben a dologban csak dicséret illetheti a mostani politikai vezetést. Az egy másik kérdés, hogy innentől kezdve a politika sokszor, és most nem a mostaniról beszélünk, általánosságban jogot formál arra, hogy beleszóljon bizonyos szakmai kérdésekben, bizonyos személyi kérdésekben, ami egy társadalmi szervezetnél, vagy egy társadalmi szervezeteket tömörítő ernyőszervezetnél nem biztos, hogy szerencsés. A másik, és még egy picit maradunk ennél, azt mondom, hogy Nemzeti Sportszövetség, ez az első kérdés, a második pedig, hogy nem olimpiai sportágak. Bár most az olimpiai és a nem olimpiai sportágak, úgy tudom, egy ilyen közös ernyő alatt vannak, de akkor erről még szeretném hallani a véleményét, mert ugye a Nemzeti Sportszövetség elnökét is tisztelhetjük önben. Igen, voltam 3 évig ennek az elnöke, ugye ez foglalta össze a nemzeti nem olimpiai sportágakat, és nagyon jó kapcsolatokat alakítottunk ki a Szabadidős Sportszövetséggel, az Egyetemi Sportszövetséggel, Diáksportszövetséggel, és azokkal a szervezetekkel, akik a sport környékén valamilyen formában háttérmunkát végeztek. Ezeket egy picit integráltuk. Én akkor is elmondtam, ma is úgy látom, hogy ez a nagy konglomerátum a Magyar Olimpiai Bizottságon belül, ahol oda tartozik mindenki, a szabadidős sporttól kezdve a nem olimpiai sportágok, olimpiai sportágok, ez túlságosan nagy. Nem rossz egyébként, tehát nincs ezzel semmi gond, csak szerintem nem annyira hatékony. Akkor a mi anyagunkban, és én magam is elmondtam többször, hogy úgymond a Nemzeti Sportszövetség utódjaként egy ernyőszervezet, amik összefogja az összes többit, a fogyatékost, a szabadidőt, a diák sportot, a főiskolai sportot és a nem olimpiai sportágokat, és a másik pedig az olimpiai sportágokat fogná össze, mint klasszikusan az Olimpiai Bizottság. Nem ez a koncepció került elfogadásra, hanem a nagy konglomerátum, aminél most persze nyilván igyekszik Borkai elnök úr is, és az elnökség is ezt jól működtetni, de azért nagyon nagy falat, és sokszor átláthatatlan, és olyan napi munkákat is igényel, vagy igényelne, amire már egy ilyen típusú szervezetnél kisebb erő van. Tehát vannak olyan szándékok, meg olyan vélemények, hogy talán mégiscsak vissza kéne kérni az eredeti irányba. Én azt gondolom, hogy a munkámat itt is el tudom végezni. Nekem az a szerencsém valóban, hogy én voltam a Nemzeti Sportszövetség elnökeként a nem olimpiai sportágokkal, és így van egy rálátásom arra. Egyébként ez a visszakérjük a babaruhát, most azt hiszem a legaktuálisabb az, hogy amikor is megszüntették a TF önállóságát, és testnevelési egyetem, és akkor most meg aztán mégiscsak visszakapta, úgyhogy TF testnevelési egyetem. Hát azt hiszem, hogy nem bántok meg senkit azzal, hogy utólag rájöttek, hogy azért ez így mégiscsak jobb. Ugyanúgy, mint ahogy a színművészeti egyetem, amelyik okosabb volt annak idején, mert megtartotta az önállóságát. Szóval, minthogyha valami mozgolódna. De egy kicsit, miután ott is tisztségviselőket választottak, és változott sok minden az Európai Unióban, beszéljünk az ottani szerepéről, polgármester úr, mert azt hiszem, hogy ott is volt, és van is néhány olyan bizottság, szakbizottság, régió, ahol dolgozik. Miket képvisel és hogyan? Tudni kell azt, hogy az Európai Uniónak több testülete van. Igen. Ez a testület, aminek én tagja vagyok, ez a Régiók Bizottsága, Committee of Region, ahol polgármesterek vannak, választott önkormányzati képviselők, regionális elnökök és a többi. 350 tagja van az Európai Unió országaiból, megfelelő létszám és delegátus van Magyarországról, és 12 tag képviseli Magyarországot, és ebben a delegációnak vagyok a tagja. Ezért nem jár fizetés, ez egy társadalmi munka, nyilván a költségeinket térítik, a repülőjegyet, szállást, étkezést,
és ezen belül ez a régiók bizottság, ez egy nagy parlamentnyi testület, ahol vannak bizottságok, 6 plenáris ülés van, és 6 bizottságban lehet dolgozni. Én a Kulturális Oktatási Bizottságban és a Jogi Alkotmányi Bizottságban, Kulturális Oktatási Ifjúsági Bizottságban és a Jogi és Alkotmányi Bizottságban vagyok. Kutatás, mert az is ott van. Kutatás is van, igen, tehát felsőoktatás. Ez hosszú neve van, csak mondjuk ez így talán magyar nyelven így érthetőbb. És ebben van egy olyan 20-22-25 megjelenés, elsősorban Brüsszelben, de aztán az Európa más területein is, és nagyon izgalmas témákat feszegetünk. A lényeg a dolognak az, hogy a bizottság által elfogadott és a tanács által elfogadott önkormányzatokat és régiókat érintő kérdésekben nekünk véleményt kell alkotni. Tehát, hogy mi a véleménye a régió bizottságának, a polgármestereknek, a régió és politikusoknak azokról a döntésekről, és mivel tudunk mi hozzáadni valamit, egy hozzáadott értékként hogyan tudjuk erősíteni azt a döntést, azt az állásfoglalást. Ez tulajdonképpen a munka, aztán persze vannak önálló vélemények, önálló kezdeményezések, és egy kicsit a 93 ezer európai önkormányzatot és régiót ezen a szinten, 93 ezer. Annyi van Európában, azt fogjuk össze, igen. Na most egészen sarkítva és egyszerűsítve a kérdést, nekünk ebből, azon kívül, hogy van egy magyar ember ott, aki képviseli ezt az álláspontot, mi hasznunk van? Már az országra értem, és nem Gödöllőre és Budapestre csak. Megmondom, az a haszon, hogy adott esetben egy bizottsági állásfogláshoz hozzá tudunk tenni egy önkormányzati szempontot, egy régiós szempontot, akkor az beépül, és annak megfelelően jönnek majd a döntések, például a kohéziós pénzek szétosztásánál. Na, ez az. Tehát például, hogy mire? Milyen formában, milyen arányok legyenek ezekről, és az Európa 2020, tehát ez a 2020-ig tartó költségvetésnél rendkívül sok vita volt, hogy milyen fejlesztési irányok, hogyan osszanak meg ezek a források, mi legyen a döntés lehetősége a régióknak és az önkormányzatoknak ebben a forráselosztásban. Egyébként ezek nagyon fontos kérdések, mert ezek adott esetben, ennek adott esetben valóban vannak akár az országra vetített következményei is, bár mi ott nem Magyarországot képviseljük, nyilván képviseljük Magyarországot és magyar érdekeket, hanem európai szemüvegen keresztül nézzük az európai önkormányzatok működését, fenntartási lehetőséget, a fenntarthatóságát, szociális kérdései, kohéziós kérdései, fejlesztési kérdéseit, hiszen ez egy nagy 500 milliós közeg, amiben vannak önkormányzati szempontok, hiszen mi vagyunk legközelebb az emberekhez, nekünk vannak olyan tapasztalataink és olyan lehetőségeink, tudásunk, amivel az egész működtetést ilyen szempontból segíteni tudjuk. Tehát nagyon nehéz azoknak, akik nincsenek ebbe a kérdésbe. Hát igen, mert sokan, bocsánat, egy mondat csak, hogy azt hiszik, hogy akkor most Európa is, meg Magyarország is, itthoni önkormányzatok, európai önkormányzatok, sokan azt hiszik, hogy akkor ez egy kettős látás, pedig azt hiszem, hogy az egyik éppen kiegészíti mondok a példát, másikat. Mondok el egy nagyon egyszerű példát, Tamás Portnál kezdve, van Vasas, Dózsa, Fradi, de van Magyar Vívószövetség. Dózsa nincs, Újpest. Újpest van, bocsánat, én meg a régi nevet mondom. Tehát vannak klubok. De van egy Magyar Vívószövetség. A Magyar Vívószövetségnek nem feltétlenül egyik vagy a másik klub érdekeit kell képviselni. Az onnan delegált elnökségi tagok, vagy adott esetben vívószövetségi tagok, azok nem feltétlenül csak a klubjuk érdekét kell képviselni, kell az egész vívószövetséget, aminek vannak nemzetközi kitekintései. Tehát egy nagyon egyszerű példával próbáltam azt jellemezni, persze benne van az emberben a nemzeti érzés. Mi magyarok szeretünk azért ebben a kérdésben felszólalni, de nekünk azért ennek a nagy közösségnek a működését önkormányzati és regionális szinten kell valamilyen szinten koordináljuk a döntéseinkkel, amik előkészítenek folyamatokat. Na most talán úgy lehetne legjobban és legudvariasabban megkérdezni azt, hogy kerül valaki oda vagy ide, hogy nyilvánvalóan, hiszen én, ha jól emlékszem, 1991-től polgármester úr. 90-től. Akkor volt a választás. Szövetségelnöke vagyok, a Magyar Önkormányzatok Szövetségelnöke vagy 90-től. Igen, az önkormányzatok szövetségének. Na most nyilvánvalóan ez is közrejátszott, mert ez azért nem olyan, mint egy meghívásos verseny, hanem nyilvánvalóan, amikor valakit oda küldenek vagy hívnak, akkor azért, hogy is mondjam, csak érdemeit ismerik, és elismerik. Szóval amikor kiderült, hogy ebbe a bizonyos szakbizottságba, vagy erre a helyre oda kerüljön polgármester úr, akkor az hogy indult? Ki szólt először? Hát van egy jogszabály arra, hogy lehet a delegáció, hogy kell a delegációt összeállítani. Az első az, hogy az önkormányzati érdekszövetségek tesznek egy javaslatot. Azt akkor még voltak régiók, legalábbis fejlesztési régiók Magyarországon, a 7 régió, és a 7 régió véleményezi úgy,
hogy annak legyen azért egy olyan jellegű szempontja is, hogy a terület legyen lefedve, illetve az önkormányzati szintek legyen benne kisebb település, megyei közgyűlés, tagelnök, vagy adott esetben nagyobb városnak a vezetője, vagy képviselőtestületi tagja. Tehát ez mondjuk egy szempont volt. Nyilván kell tudni valamilyen szinten nyelvet. Na, kell egy felkészültség. És akkor végül az utolsó döntés, az pedig az írja a pontot, a magyar kormány teszi a delegátus összeállításánál, ezen javaslatok alapján, akkor az igazságügyminisztérium volt, és a külügyminisztérium volt felelős ezért. Most ezek utódjai voltak gyakorlatilag. Tulajdonképpen nem is az igazságügy, hanem most már a minisztérium tekintetében is, és annyi név akkor van. Belügy volt, bocsánat, a belügy és a külügy. Ugye belügyhöz tartoztak az önkormányzatok, csak most az igazság azt, hogy most nem tudom gyakorlatilag, mert 5 évenként lejár a mandátum, és most januárban lesz majd az új csapat összeállítása, hogy most ki lesz a felelőse ennek, mert eléggé átrendeződtek a feladat hatáskörök, biztos, hogy lesz felelőse. A kormánynak kell egy rábólintás, hiszen nagyon fontos, hogy azért ez a delegáció nem fog menni, nem menjen a saját maga kormánya ellen, tehát ennek a delegációnak összhangba kell lenni magyar érdekekkel, a magyar stratégiai kérdésekkel, a véleményeknél nekünk azokat is nyilván sokszor figyelembe kell venni, el kell mondani. Tehát ez egy ilyen szempontból összehangolt munkát igényel. Beszéljünk egy kicsit, ugye Magyarország, nem, egy kicsit később. Még egy eszembe jutott, hogy volt nemrégiben a magyar polgármesterek világtalálkozója, már ha jól emlékszem, 9. vagy 10. igen. Ennek milyen tanulságait lehet levonni, mielőtt még teljesen hazaérnénk Magyarországra? 1996-ban először rendeztük meg Gödöllőn, és akkor az volt a cél, hogy egy picit a magyar polgármestereket határon innen és túl próbáljuk meg összefogni egy konferencia találkozó keretein belül. Ez mint a magyar-magyar találkozó? Ez magyar-magyar kapcsolatoknak az erősítésére jött létre, szakmai kapcsolatok képítésére, konzultációs lehetőség a testvértelepési kapcsolatok bővítésére, és aztán ebből épült tovább. 2 évenként került megrendezésre, tehát 96-tól ez volt a 10. most júniusban, és egyre inkább lett olyan találkozó, ahol nagyon-nagyon sok szakmai kérdést bontottunk ki, mert fontos. Hát azóta az unió tagjai lettünk, ugye nagyon sok minden változott. És amire összességében azt tudom mondani, hogy érdemes ezt is átgondolni, mert azzal, hogy a kettős állampolgárság létrejött attól, hogy uniós kapcsolatok vannak, a közlekedés sokkal könnyebb bizonyos magyar régióból az anyaország és a határon túli közösség között, ezért érdemes egy picit átgondolni, hogy nehogy kiüresedjen ez a típusú találkozó. Ezért úgy gondoltuk, hogy és már ebben a vonatkozásban idén is erősödtünk, hogy egy kicsit európai és nemzeti kitekintésben is igyekszünk polgármesterek tekintetében kontaktokat teremteni, úgyhogy idén a visegrádi négyek kapcsán jött egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a 4 ország polgármesterei, olyan polgármesterek, akik magyarországi testvérségi kapcsolattal rendelkeznek a visegrádi országokból, ezek jöttek a szekcióba, és kicsit kitárgyaltuk a együttműködés lehetőségét, és javaslatot tett a Magyar Önkormányzatok Szövetsége arra, hogy ugye minden évben más a elnökséget bonyolító ország a visegrádin belül, ugye mi június közepén, június végéig vittük a visegrádi ország elnökséget, most Szlovákia az elnök, hogy minden elnökség ideje alatt egy önkormányzati konferenciát, rendezvényt az elnökséget bonyolító országba szervezzünk meg, mert vannak önkormányzati felületek és közös pontok. Elfogadták a szövetségek, és most lesz egy workshop még Gödöllőn, és a következő esztendőben, ez még valamikor november vége, közepe fele, és a következő esztendőben pedig Szlovákiában aláírjuk ezt a típusú együttműködési megállapodást. Ez egy fontos, hosszú folyamat. Igen. Az jut közben eszembe, hogy mostanában nagyon gyakran hallani a sajtóban azt a fajta kormányzati elképzelést, hogy mert cserélik a külképviseleteken a vezetőket, minden. Tehát azt a fajta elképzelést, hogy a diplomácia, az természetesen gazdasági kapcsolatok is, meg politikai kapcsolatok is, hogy most ugye, de hát ezt jobban tudja, az elsődleges, hogy igenis a gazdasági kapcsolatokat kell elsősorban nézni, mert akkor annak a hozadékát Magyarország majd sokkal jobban fogja élvezni. Most azért ott mindez eszembe, hogy itt van egy csomó polgármester,
mármint külhoni magyar polgármester, akár Amerikából, akár Szlovákiából, hogy akkor én legalábbis azt hiszem, hogy ennek is lehet olyan hozadéka, nem azt mondom, hogy a polgármester unokaöcsei befektet egy multicégnél, de hogy valamiféle gazdasági összehangoltság is lehet a jövőben. Persze, hát egy nagy csomó olyan dolog jött létre a polgármesteri világtalálkozó talaján, aminek aztán gazdasági folytatása volt az adott országban, vagy az a két város együttműködésben. No, ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye ez erősítheti a települést magát, vagy a két település együttműködését, közös pályázatok beadása, közös programok. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy foci csapat, vagy egy kulturális csoport elmegy az egyik településre. Mint a testvérvárosi kapcsolatoknál. Ez fontos, mert polgár-polgár közötti kapcsolat nélkül nem fog sem Magyarország, se Európa működni, se a határon túli magyar-magyar kapcsolatok. Ott kell ez a kapcsolatrendszer. Ennek a bázisa, a testvértelepülési kapcsolatrendszer legyen az magyar-magyar, legyen az magyar és már még európai település. De természetesen a gazdasági kapcsolatok azért nagyon fontosak, mert azok még erősebb kötődést jelentenek, és hát nyilván a gazdasági motor, az ha elkezd működni, akkor abból adott esetben bevételek is származhatnak, és ezek a bevételek erősíthetik a további együttműködést a magyar-magyar kapcsolatok területén különösen. Tehát a világtalálkozónak ezek a hozadékai is megvoltak. Én azt gondolom, hogy egy olyan 10 rendezvényen vagyunk túl, 18 év alatt, ami példaértékű, ami önmagától szerveződött, nincs benne semmiféle központi forrás, némi nemű támogatás innen-onnan pályázatformában van, de ezt mi magunk raktuk össze. Például a világtalálkozón van egy kiállítás. Olyan cégek jönnek, akik az önkormányzatok tekintetében érdekeltek valamilyen típusú befektetésben, érdekeltek valamilyen típusú közös gondolkodásban. Tehát ezek szépen föl vannak építve, én csak azért mondtam, most egy picit kinyújtottuk a kezünket a visegrádiak felé, hiszen az is Közép-Európában van, jók a kapcsolatok, működjön egy picit ez a kettő együtt, próbáljuk összekovácsolni, és van még egy másik irány, ez a keleti partnerség, amiről most napokban hallottunk ugye a miniszter úrtól is, hogy fontos a környékünkön lévő országoknak a hasonló típusú együttműködés. Pont a világtalálkozón a belarusz nagykövet tartott egy nagyon jó előadást ezekről a lehetőségekről. Tehát én azt hiszem, hogy lehet sírni, hogy az önkormányzatokat így meg úgy finanszírozzák. Én elmondom mindig a véleményemet a feladatokról, a forrásokról, de van lehetőség és terep arra, hogy dolgozzunk, és olyan diplomáciai küldetést és felületet végezzünk, és olyan felületet fedjünk le, amit nem csinál senki más, mert nincs hozzá ereje, ideje, mondjuk egy minisztériumi szintű munkatársnak és terepe. Nekünk ezt ki kell használni. Ilyenkor szokták azt kérdezni, hogy és ugyan meghívottak, szívesen jöttek, nem, és nem azt kérdezem, hanem tényleg itt csak nem 20 év alatt volt olyan polgármester, vagy olyan visszajelzés, aki netán azt mondta, hogy adjanak engem, még én nem érdekel, nem jövök. Kezdem onnan, hogy volt 12-13 olyan polgármester, aki mind a 10 alkalommal itt volt. Azokat most egy oklevéllel el is ismertük, és megköszöntem nekik, hogy ide figyeltek ránk. Azért a sok 18 év, egyrészt az, hogy polgármester is maradjon, másrészt el is jön. Tehát ez egy pozitív üzenet. A polgármesterek 400-at tudunk fogadni, ez föltöltődött. Tehát ezek itt voltak, gyakorlatilag majdnem fele-fele arányban határon túlról anyaországból, és itt laknak egy napot vagy éjszakát, és nagyon szépen megtöltjük szakmai és kulturális programmal is ezt az együttlétet, és ők is egymással már egyébként tartanak kapcsolatot. Olyat még nem hallottam, hogy olyan polgármester lett volna, aki azt mondta, hogy nem volt érdemes eljönni. Olyat igen, hogy hát noszogatni kell, mert azért mégiscsak június második felében, az mindig június végén hát van. Igen, mert hogy nyár van, szabadságra megyek, stb. Ilyen van, de nem azért, mert nem jönne szívesen, hanem azért, mert éppen más az. Na de akkor ebben az a pozitív, illetőleg az a jó, hogy akkor tényleg 18 év, akkor most ezt kormányzattól és a mindenféle színekben induló politikusoktól függetlenül jönnek, mert azért az anyaország hívó szava ilyenkor nyilvánvalóan nagyon sokat számít. Igen. És kiszámoltam kb. 5000 polgármester, most ebben nyilván van átfedés is, mert volt, aki többször jött, annyi fordult meg ez alatt a 18 év alatt. Na, evezzünk akkor egy kicsit hazai vizekre. Nemrégiben volt az év polgármestere választás, és a salgótarjáni polgármester asszony lett az év polgármestere. Ez egy nagyszerű dolog, de az elmúlt, azt hiszem 20 vagy 25 éve megy ez a szavazás. Ő a második nő, aki az év polgármestere lett, ha nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, hogy nyíregyházi hölgy volt valamikor régen. Na most ilyen kevés polgármester asszony van,
vagy pedig annyira hímsoviniszte ez az ország, hogy az asszonyokat nem választják az év polgármesterévé. Csabainé Jutka volt a Nyíregyházi polgármester asszony, aki most már nem polgármester, mert nem indult. Nagyon jó polgármester volt, politikai avatartástól függetlenül én ezeket is el szoktam mondani, mint ahogy jó polgármester a Salgótarjáni polgármester asszony is természetesen. Nem tudom ennek a hátterét, mert ezt nem mi intézzük, ezt az előkészítés, a szavazást, de én mindig örülök annak, ha egy polgármester kitüntetnek, nyilván nem érdemtelenül, és azt gondolom, hogy ezen belül valóban a hölgyek kisebb számban vannak, de magában a polgármesteri tisztség ellátásában is kevesebben vannak, ami nem jó. Nem erős a presztízse a polgármesteri tisztségnek, azért ezt is mondjuk meg, hogy itt azért meglettünk nyilvánban rendesen feladat hatáskörben is, és a többi, és a többi. De, és mind a mellett meg egy 24 órás kihívás, tehát ez azért nem olyan 8 órás munka, és ezért bizony nagyon sokszor az van, hogy dönteni kell a hölgyeknek, bár biztos nagyon jó tudná ellátni a feladatot, csak hogy ugye azért a hátteret otthon a családnak, ennek, annak mégiscsak neki kell biztosítani, ők viszik a vállukon, ez lehet ilyen, meg olyan a társadalom, egy családon belül a hölgyek viszik a vállukon a terhet, maximális tiszteltem nekik, és nagyon nehéz mellette egy ilyen idegördő munkát fölvállalni. Pontosan ezért tudom nagyon becsülni azokat, akik beszállnak ebbe a munkába. Ismerek sok kis települési polgármestert, hiszen rengeteg konferenciát rendez a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, akik valóban dolgoznak, csinálják a település közösségért a küldetésüket és a feladatukat, és tényleg maximális tiszteltem. Nem tudjuk szabályozni. A magyar társadalom gondolkodása még messze van attól, hogy... Hát, bocsánat, a parlamentben sincs annyi képviselő, mint persze, akár a svédek. Persze, nekem most egyébként pont a választásokat mondom, és nem kampánycsinálok, csak hogy ugye most van az, hogy a 10 jelöltből, akiket indítunk, 3 hölgy van, és ez jó. Erősítettünk a korábbiból, csak egy volt. Erősítettünk, szívesen vállalták, komoly feladataik vannak a családdal, a munkaikön, mégis vállalták, köszönet érte. Mert fontosnak tartottam, ugyanis nem csak az a probléma, hogy most az arány nem stimmel. Egy testület döntéseiben, ha nincsenek ott a hölgyek, akkor az túlságosan egy oldalú. Most nem minden tekintet, mert a víz mindig föntről lefele folyik, az teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő dönti el, de vannak olyan kérdések, amiben befolyásolhatja a szemléletet is a döntéshozóknál, hogy tényleg ott gyerekek, ezt is meg kéne vizsgálni. Máshogy jár az agyuk egy pontosan kicsit. Pontosan így van. És nagyon sokat tudnak segíteni, sőt, adott esetben nagyon komoly feladatot lehet rávízni. És még egyet a hölgyek nem védelmében, mert nem kell őket védeni. Érdekében, hogy a hivatal viszont nagy része hölgy, most 30-70% van, 30 fiú, férfi és a többi hölgy. Én egy jegyzővel dolgozom, 24. esztendeje, aki hölgy, elképesztő megbízható, nagyon sokat tudok a vállalra tenni, nagyon sokat levesz az én vállamról, és a hivatal női munkatársai is precízebbek, pontosabbak, és őszintén megmondjuk, hogy terhelhetőbbek, tehát biztosabb segítséget nyújt, tehát fogják idézőjelben a kezünket, és nem, én tapasztalatom ez, én más hivatalban nem dolgoztam, de tényleg nagyon segítik odaadóan a munkát, hogy jó legyen és sikeres legyen a település és az önkormányzat, tehát igenis kell az, hogy ez a típusú szemlélet is megvalósul. Az is igaz, hogy én pontosan tudom, hogy nagypénteken el kell menjenek, menjenek a karácsony előtti időszaknál. Haza kell menni. Családbarát munkahely. Pontosan így van, ez nagyon fontos. Hivatal mégis ezeket a szempontokat a mozgástéren belül figyelembe kell venni, és akkor nekünk kell bennmaradni ezeken a napokon, mi vagyunk bent, és figyelünk a hivatalra. Jó néhány polgármesterrel volt szerencsém már beszélgetni pontosan ebben a székben, és érdekes véleményeket hallottam azzal kapcsolatosan, ugye, hogy adósságrendezés volt, akinek volt adóssága, a polgármesternek volt olyan település, ahol nem volt adósság, és akkor a kormányzati segítséggel, ugye volt, hogy hívják, ezt konszolidálták az adósságot. Igen. Több ütemben. Most ahol nem volt, ott azt mondta az illető polgármester, hogy hú, bár lett volna, hogyha egy kicsit én is tovább nyújtózkodom, mint ameddig a takarom ér, és akkor hát kaptam volna vissza a pénzt. Ahol volt, ott meg örültek, hogy valamit visszakaptak. Na most ez első hallásra úgy néz ki, hogy jaj, de kár, hogy nekem nem volt adósságom, milyen jó, hogy nekem volt, de aztán úgy is elhangzottak a vélemények, hogy volt olyan polgármester, aki azt mondta, hogy volt ugyan adósság, de nem a hitelt mindenféle, hát nem akarok csúnya szót használni, marhaságokra fordították, hanem igenis fejlesztésre ott a településen,
És ahol meg nem volt adósság, ott pedig végül is az volt a vélemény, hogy mi tudjuk, hogyan kell gazdálkodni. Na most én az arányt nem tudom, mert azért jó néhány önkormányzat van Magyarországon, hogy körülbelül ezek a vélemények hol ütköztek, vagy hol találkoztak? Menjünk sorba. A hitelfelvétel az nem eredendő bűn. Széchenyi óta azt gondolom, hogy a hitel az egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Egyszerre van annyi pénzem, hogy valamit meg tudok csinálni, sokkal olcsóbb, mint hogyha, vagy sokkal költséghatékonyabb, bocsánat, mint hogyha mindig csak egy picit hozzáteszek, mert mire a végére jutok, kezdhetem előről. Ez egy nagyon lényeges dolog. Kettő. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége rendszeresen nyilatkozta, le is írtuk, hogy a hitelfelvételnél át kellett volna világítani ki, mire, hogyan is mind vette fel. Erre nem volt idő, ezt mondták, nem az én dolgom, én csak jeleztem, hogy nem lett volna rossz átvilágítani, mert valóban nem mindegy, hogy mire vette fel. Olyan feladatra vette fel, ami kötelező feladat, nem volt rá pénze. Olyan feladatra vette fel, amit a bevétel növekedett, olyan fejlesztésre vette fel, ami kiadást csökkent, vagy adott esetben európai uniós pályázatot tudott elhozni önrésszel. Ezek mind-mind más szempontok, vagy esetleg pénzintézeti tevékenységet folytatott vele. Fázi forgatta a pénzt. Hát igen, ezeket kellett volna megnézni. Elment a hajó, nagyon kevés idő volt rá. Én azt gondolom, hogy azt azért mégiscsak meg kellett volna nézni, mert ez egy másik, az átvilágítás másik szempontja, hogy a felvétel pillanatában megvoltak-e a visszafizetés garanciái? Igen. Mert ha megvoltak a visszafizetés garanciái, miért ne vette volna föl? A mi hitelállományunkra, aztán nominálisan sok, én azt mondtam, hogy nagyon egyszerűen, ha 100 ezer forintos fizetésem van, és nekem 4000-4500 forintot kell törlesztenem, tehát úgy alakulnak a bevételek, az vállalható. Okay. Az vállalható. Nekünk ez az arány történt, és ennek következtében tudtunk utakat csinálni, majdnem 3 milliárd vízelvezetést, utakat ugyanis. Nem mindegy az, hogy a víz, így van. Kész vagy van? Az most van folyamatban, az jövőre az kész, de az európai is mellett. De hogy a víz ráfolyik az ingatlanokra, az ingatlanokon kárt okoz. Folyamatosan jönnek a lakosok, hogy nincs megoldva a vízelvezetés a lelke mindenek, nem az aszfaltos út, a vízelvezetés. Megcsináltuk a város vízelvezető rendszerét, most egyébként viszonylag jól is vizsgáztak ezekbe a hatalmas felhőszakadásokba. Akkor árvíz volt ott meg minden. Így van, és lefolyt a víz. Vannak még olyan gócpontok, amiket javítani kell, de összességében nagy kárt nem okozott, mint 10 vagy 12 évvel ezelőtt, amikor leszakadt az eső, és mindenütt tocsogtunk a vízben, és rengeteg kár történt. Tehát ez is egy nagyon lényeges, kötelező feladat, ellát, vagyonvédelem. Vagy főtérprogram, turizmusra alapozunk, többlet turista jön, bevétel, kiadáscsökkentés, nyilászáró csere, intézményfelújítás. Tehát mind-mind igazolhatóak, visszatekinthetőek, csak nyilván rengeteg idő kellett volna, hogy ezt mindenütt megnézzék. Mert ha valaki ilyenre vette föl, azok után, hogy 8-10 évig folyamatosan csökkent az önkormányzatok állami finanszírozása, azaz kikerült a pénz a rendszerből, akkor én azt gondolom, hogy ez a konszolidáció gyakorlatilag ezt a helyzetet visszateremtette. Az, hogy voltak polgármesterek, akiknek beremegett a lábuk, és azt mondták, hogy ők nem vesznek fel hitelt, nem bántva őket, azt mondom, hogy ez az ő döntésük volt. A hitel egy másik része pedig az volt, és ez is egy nagyon fontos döntése volt a konszolidációnak, ugye ez egy 70 milliárdos nagyságrend volt az 1200-ból, hogy a kis település, aki nem tudott ebből az adósság csapdából kijönni, mert mindig működésre kellett fölvegyen likvid hitelt, aztán visszafizette, akkor megint fölvette, visszafizette. Azt leracionalizálta a működését, már egyensúlyban volt, csak a törlesztő részletektől kellett megszabadulnia. Fantasztikus nagy lehetőség és segítség volt. És végezetül pedig azt gondolom, hogy ez nem akkora terhet jelentett a központi költségvetésnek, ugyanis ez egy kötvényállomány volt nagy részt, azaz nem egy év alatt került be a rendszerbe a pénz, hanem 10-15 év alatt van szétdobva ez a hitel. Ma mindennel együtt az államnak egy évi 100 milliárdos törlesztő részletet kell biztosítania, hogy ezeket a kiváltott hiteleket ő helyettünk fizeti. A legutolsó levegőhöz jutottak a települések, több mint 300 településnek meg, teremtődött az esély, hogy újra képezzen fejlesztési alapot, majd jön az új uniós ciklus, pályázni tudjon, és szépen tudjon gazdálkodni, mert hogy a
közben a törvény úgy is rendelkezik, hogy a hitelfelvételhez, nagyobb hitelfelvételhez kormányzati, kormányhivatali engedély kell. Ennyit a történetről, bocsánat, hogy kis előadást tartottam, hát de legalább ezt így kellett, igen, ezt így persze kellett talán elmondani, mert nagyon sokan csak így részeket kapnak ki belőle, és akkor vannak részigazságok a dologban, de az nem teljes mértékben. Ezért is forszíroztam, én ezt most legalább világos a kép. Egyébként minden tiszteletem, ha szabad egy ilyen magánvéleményt mondani, az, aki a kis településeké, ahol egy kreatív polgármester van. Most én itt a korábbi gyakorlatból nem kezdem el sorolni, meg a napokban is jönnek olyan polgármesterek, akikről kiderült, hogy hát az agyuk működik. Elültött eszembe, hogy mire veszek föl pénzt, vagy mire nem. Például van olyan, ahol 200-an laknak, szinte zsákfalu, de van egy gyönyörű szép templom, és akkor, hát nem mondom azt, hogy vallási turizmus vagy zarándokhely, mert olyan szinten még nincs, de majdnem. És akkor elérték azt, hogy a 200 lakosú kis településhez megy 5000 turista, és megnézik. Szóval az már szép. Azért ezek komoly dolgok, és ezt azért kérdezem, hogy polgármester úrnak rálátása van itt országosan is erre. Most szaporodott-e azoknak a kis településeknek, falvaknak nyilván azt mondom a száma az utóbbi 5-10 évben, ahol tényleg önálló gondolkodás, kreatív gondolkodás, ami mérhető a turizmusban, sportban, mindenben, tehát szaporodott-e a számuk, vagy pedig, ahogy az előbb említette, remeg a lába a polgármesternek, hogy mire kérjen pénzt. Csökkent a polgármesteri tisztségpresztízse, azért ezt mondjuk hát meg őszintén. Hát meg a támogatása, a feladatok megövekedtek. És az egzisztenciális lehetőség is bizony szűkül, most 2014-től is. Ez azt jelenti, hogy bizony, akik kreatívak, jók, és a versenyszféra más területén megállják a helyüket, nem vállalják el. Pedig ez nagy baj, mert pont ezek a példák mutatják azt, hogyha valaki kreatív és csinálja a dolgot, akkor abból nagyon komoly bevételt lehet a település számára, és az állam számára is egyébként, a központi költségvetés számára, vagy legalábbis leveszi a terhet a központi költségvetésről. Tehát nagyon fontos, hogy a perszt is vissza legyen állítva, ehhez nyilván egy picit erősíteni kell a polgármestert, erősíteni kell a településben ezeket a mozgástereket, és tudni kell a döntéshozónak azt, hogy a kis településen is van munka, a 200-300 fős településen is rengeteg munka van, hiszen ott nincs meg hozzá a hivatal. Én egy viszonylag nagy apparátussal dolgozom, le van rendesen szűkítve nyilván a finanszírozási problémák miatt, de van szakember, van, akihez oda tudom adni a munkát, de ő neki nincs, neki ez magának az kell megoldani. Sokszor a fűnyírást, sokszor azt, hogy a marinének a recepte ki legyen váltva, gondozza az embereket. Tehát nagyon nagy tévedés azt hinni, hogy a polgármester, ha egy 300 fős település van, nem dolgozik. Voltam 90-es évek végén, 2000-es évek elején egy augusztus 20-ai ünnepségen, Szent Istvánkor, egy Győr megyei kis településen beszédet mondani. És a polgármesterrel beszélgettem, aki még korábban tanácselnök is volt, de nagyon-nagyon szerette a települést, nem voltak tán ezren se a település lakói, és azt mondta nekem, hogy ilyenkor ünnepség van, én reggel 4-kor fölkelek. Végigjárom az összes helyszínt, fölkapcsolom a villanyt, lekapcsolom, hogy még azok a égők is rendben vannak-e, megnézek minden egyes apró dolgot, hogy amikor elkezdődik 10-kor az ünnepség, minden a helyén legyen, és mindenki valóban emelkedetten tudjon ünnepelni. Hát nem gyönyörű? De, pontosan. Nem fantasztikus? Pontosan, és akkor erre gondoltam és, a kicsiknél. És ezt ő nem azért csinálja, mert a számlájára megérkezik 200 ezer forint, vagy nem tudom mennyi, hanem azért csinálja, mert ő ezzel a településsel együtt él. És ezt kell, ezt a szemléletet. Én nekem könnyű a dolgom van, mert ezzel foglalkozom 24 éve. Én a politikának is ezt a részét választottam, a sportot és az önkormányzatokat. Ezekben a bizottságban voltam akkor, amikor parlamentben voltam, és azt gondolom, hogy én már érzem azt, hogy mit jelent az önkormányzatiság. Nyilván nem mindig értem teljes mértékben, és nyilván az én fejemben mások vannak. Mind a mellett meg egy hatalmas nagy felülete a demokratikus berendezkedésnek. Ugye mindig megvannak a feladatok és a források a központ és a települések igen között, és ennek az önkormányzatiság az a típusú önállóság, hogy döntünk a dolgainkról, hogy megválasztjuk az embereket, minden nap kontrollálunk, és ott vannak velünk, ez egy elképesztő nagy ereje. És egy ország felemelkedésének megítélésem szerint elengedhetetlen feltétele. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének szoros kapcsolata van, legalábbis úgy tudom, a Konrad Adenauer alapítvánnyal. Igen. Na most ez, ha ugye az utóbbi 2-3 év sajtóját nézi csak az ember, nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában, Észak-Európában minden a probléma, hogy a migránsok, a menekültek száma egyre növekszik,
és hogyan fogadják. Na most én nem azt akarom ezzel mondani, hogy volt, ahol, van, ahol tapsolnak, valahol rasszista megnyilvánulások vannak, és még sorolhatnám, de először európai méretekben, most Európai Unióra gondolok, ez a konferencia, amit együtt tartottak a Konrad Adenauer alapítvánnyal, hogyan sikerül, vagy sikerülne ezen a kérdésen valahogy változtatni, és természetesen Magyarországot is értem ez alatt, mert ide is évről évre egyre többen jönnek, és egyre több a kritikus hang, minek jönnek ide, hogy jönnek ide. A nem kritikus hang azt mondja, hogy multikulturális a dolog, és örüljünk, és attól lettő színesebb egy ország. Sose felejtsük el, hogy 1956-ban rengeteg magyar ment el Magyarországról, igen, és minket szeretettel vártak és befogadtak. Nyilván nem mindenki politikai menekült, van a menekültek státusznak egy szociális része is természetesen. És nagyon nehéz kérdés. És hol a humánum, hol a keresztény gondolkodás, és hol a pragmatizmusnak és a fenntarthatóságnak a kérdése. Ezekkel foglalkozni kell. Az Európai Unión belül van egy bizonyos szabályrendszer, ezt nem tudjuk áthágni, tehát valamilyen formában ezzel foglalkozni kell. Mi a konferenciát pont azért tartottuk meg, mert még ez Magyarországon bizonyos tekintetben vadonatúj dolog, de foglalkozni kell vele, és ha megkérdezzük a polgármestereket Nyírbátorba, vagy megkérdezzük a polgármestert Vámosszabadiba, ugye, ahol szintén csináltak egy ilyen menekült tábor. Ott van a táborok, igen. Így van, ők tartottak is előadást, ők nagyon-nagyon sok értékes gondolatokkal tudnak minket megajándékozni, és még tovább megyek. Nem tudjuk az ukrán helyzet, hogy végződik. Nem tudhatjuk, hogy onnan hány menekültet kell majd, igen, fogadnunk egyik pillanatra a másikra. És azok az emberek az életükért küzdenek, a megélhetésükért küzdenek. Nyilván megvan a bűnözés, nyilván megvan az, hogy ez embercsempészet, és lehet, nem szörnyű dolgokat lát, de ezt nagyon helyre kell magunkba... De ez Lampedusánál és az olaszoknál is ugyanúgy megy. Nagyon helyre kell magunkba tenni, mert a világ forrong, elképesztő mi van. Az afrikai részen látjuk, az arab részen, most itt az ukrán részen. Tehát az ember, ha nem csak a maga kis önző vágyait néz, és persze mondhatja azt, hogy először nekem legyen meg a gyerekemnek, és minden, ezek teljesen érthető dolgok, de én is kerülhetek ugyanilyen helyzetbe, lásd Magyarország 1956. Nyilván nem fogunk ilyen helyzetbe kerülni, jó, de hát csak kerültünk, ami szüleink kerültek, igen, ilyen helyzetbe. Tehát nagyon-nagyon összetett kérdésről van, szóval ezt pontottuk ki a konferencián, egy nagyon-nagyon jó konferencia volt. Kár, hogy az érdeklődés nem volt annyira nagy, nyilván azért, mert még nem érint bennünket. Én nem azt mondom, hogy mindent oda kell tenni adni, de a feltételeket a menekült státusz biztosítására részben az európai szabályok, részben a magyar jogszabályok szerint biztosítani kell, és ebben nekünk önkormányzatoknak azért van feladatunk, mert Vámosszabad vagy Nyírbátorban, és ugye oda tették a tábort, ott volt katonai ingatlan, igen, azt újították fel, és oda rakták őket. De ennek nagyon sok más vonzata is van. Nyilván egészségügyi vonzata is van, itt is nagyon szigorú a feltételrendszer, tehát nyilván van egy helyi gazdaság erősítő vonzata is, azért ott megjelennek dolgok, és a polgármesterek, akik előadást tartottak, nagyon ügyesen tárgyaltak a kormánnyal, bizonyos feltételeket kértek, hogy a mi népünk ne lázadjon, tehát a mi lakosságunk, igen, is megértse, és a többi. És hallottunk nagyon extra példákat, hallottunk pozitívan, negatívan is, például hogy karácsonyra vittek be nagyon sokan ajándékokat ezeknek az embereknek. Igen. És hát persze nyilván megjelenik, akár miért ne jelenne meg, miért nem jelenik meg ott, ahol, most nem akarom mondani, napi hír volt, hogy a kislány megerőszakolták egy eltett táborban, nem, igen, jelenik meg a bűnözés egy zárt közösségben is? Hát megjelenik. Persze, hogy megjelenik. Pláne egy ilyen közösségnél is. A multikultúra kérdése. Ez egy nagyon kemény dolog. Ugye Merkel asszony is mondta, hogy át kell gondolni a multikultúrának a jövőjét. Az, hogy ki mennyire kell integrálódjon valahova, ki mennyire kell az adott országnak a szokásait felvegye, az adott országnak a mentalitását, a kultúráját és a többi, itt én is egy kicsit keményebben szabályozni. Tehát nem nekem kell megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy ő a saját maga, persze legyen a kultúrának ápolása, tánc, hagyományok, stb., de igenis, ha ő itt van, ha ő gyakorlatilag integrálódik egy közösségbe, egy országba, legyen az német, francia, magyar, stb., akkor az a minimum, hogy föl kell vegye azokat a szokásokat, azokat a kötelezettségeket, ami ránk is vonatkozik. De ez még az öltözködésre is vonatkozik, mert abból is nagyon sok botrány volt. Egyébként csak mondok, egy kicsit humorizálni, csak vidámra vegyük, például nagyon-nagyon jó magyar táncegyüttes van, a Gödöl táncegyüttes rengeteg díjat kapott, több mint 200 fiatal,
és az egyik legjobb táncos és koreográfus, édesapja arab, édesanyja magyar, arab néven van, nem mondom a nevet se, és a legjobb magyar néptáncos. Tessék. Tehát azért mondom, hogy sőt, a néptánc együttesben ázsiai származású kisgyermek is volt, amit nyilván nem különböztetünk meg. Persze. Ő is megtanulja szépen a magyar értékeket és a többi. Ilyen kicsit jobb helyzet a Magyarország, mert nem vagyunk tenger ja, melletti igen. ország. Én azért látom itt pont a régiók bizottsága Európai Uniós felületeken, hogy nagyon komoly gondot jelent ma már ezeknek az országoknak. Londonban ugye kiderült, hogy már csak 20-30% angol van, igen. ott van Párizs, és összes többi tenger melletti Olaszországban városok. Nekünk mi bentebb vagyunk, ilyen szempontból zártabb a közösség, de a problémával foglalkozni kell, és nem szabad átlépni rajta, mert jelentkezni fog. Villámkérdése Gödöllőről. Azt az egyik ilyen köszöntő beszédében mondta polgármester úr, nem most, már régebben, hogy megszűnt Gödöllő város alvóváros jellege. Hát ezt most nem bontjuk ki, hogy miért, de tényleg megszűnt. Na most a komoly kérdés következik. Lesz Erzsébetbál össze? Lesz Erzsébetbál. Arra döntöttünk, hogy 2 évenként lesz Erzsébetbál. Természetesen, és meg lesznek a rendezvények, sőt, most indul ez, most egy titkot árulok el, nem titok még, de Gödöllő ősszel indul a Gödöllő őszi fesztivál sorozat első alkalommal, és nagyon jó kreatív név ez a Gödöllő ősz, hogy Gödöllő ez lesz a neve. Nem Gödöllő őszi fesztivál, mert ilyenből sok van. Gödöllő ősz csak egy lesz, és ez is tele lesz kultúrával, fesztivál programokkal, várjuk a látogatókat kastélyba, városba, rendezvényekre, szabadtéren. Tehát nagyon-nagyon aktív a kutatás. A kastély rekonstrukciója, újjáépítése, az sok-sok éven keresztül ment, haladt. Most ugye már nagyjából minden rendben van. Igen. Vagy hiányzik-e még valami? Hát persze, még egy 5 milliárd forint még hiányzik. Nem, még nincs teljesen készen. Ami terek fel vannak újítva, azok rendben vannak, működnek, fogadják a vendégeket. Színház, igen, és nagyon jó előadások vannak, nem csak a kastélyban, hanem a Városi Művészetek Háza Színház termében, hogy ez felújításra került, kulturált formában tudnak nagyon magas színvonalú előadásokat tartani. Tehát bezseg az élet Gödöllőn, valóban ez az alvóváros jelleg megszűnt, sokan járnak Gödöllőről, nézzük a jegyek vásárlásánál Budapestről, és a térségből. Tehát ma már 200 000 embernek szolgáltatunk kultúrát, hiszen ezek a kisebb művelési házak bezártak, nem bírják a települések, mi viszont tudunk minőségi és valóban nívós, az igényeknek megfelelő kultúrát biztosítani, és nagyon sokan jönnek Gödöllőre. Én azt nagyon jól tudom, hogy polgármester úr nem csak művészet szerető, hanem művészet pártoló is. A tehetségéhez és ilyen értelemben az anyagi lehetőségekhez képest. Talán ezért is van, hogy egyik gyereke se akar polgármester lenni? Hát nem nagyon javasolnám nekik ezt a dolgot, nem is azok a típusúak, de a művészetekben otthon vannak és nagyon szívesen művelik, mind a három. A fiam ráadásul zenét is komponál és írogat, a legkisebbik lány pedig bekerült a Magyar Opera Ház zenekarában. Úgy volt a felvétel, nem volt protekció, nagyon hangsúly, nem a polgármester úr. Függöny mögött van a próba, 17-en jelentkeztek, a karnagy, meg a szólamvezetők, azok ott vannak a függöny másik oldalán, sorszámot húztak, és abból kapott Gabriele nagyon jó minősítést, ezért vagyok büszke rá, mert sose, nekik kell magukból a teljesítményt kihozni, és nem vagyok annak híve, hogy én ott vagy amott, két telefonnal, vagy ezzel haza előnybe hozzam. Ez a világ így is, meg úgy is működik. Az övék, amit ők megszereznek, az versenyképes lesz, és azzal meg fogják állni a helyüket. Pláne, ha itt van a felvétel, vagy adott esetben egy másik kulturális eseményen azért mennek be a Gergőnek a darabjára, mert az jó, és ott élmény, és ott valamit tud adni az embereknek. És azt hiszem, hogy az én gondolkodásom a neveléssel, édesapám is ilyen volt egyébként, a nevelésem tekintetében ez abszolút nem orientáltam őket ilyen közösségi dolgokban, mindegyik közösségi ember. Tehát mindegyik valamilyen kis szinten a két pici babával otthon lévő lányom is jár énekkarba, kórusba, és ott is mindig azt a területet, ami megmarad a szabadidőben, az közösségi térben töltik el. Sporttal kezdtük, így a utolsó pillanatokban sporttal is szeretném befejezni, versenyúszod a Gödöllőn. Hát ez egy nagyon komoly dolog, ugye beígérvény van, én úgy írtuk be most a programba, hogy
nagyon nagy bizakodással várjuk a miniszteri és államtitkári bejelentés után a versenyszodát. Hát nagy mozgolódást még nem látok, tehát azért azt mondjuk meg őszintén. Mi a saját létesítményfejlesztési programainkat csináljuk. Most tervezzük az iskolai sportpályák bitumenes sportpályák megszüntetését, és ott egy nagyon jó egészséges felületet a gyerekeknek. Tervezünk egy sportcsarnokot, nyilván a következő időszakban havantaós támogatás, ez a bizonyos kedvezmény. Tehát tovább fejlesztjük a létesítményeket. Nekem az az alapfeltétele, mi kisváros vagyunk, mi nem akarunk NB1-es csapatokat, mert nem bírjuk fönntartani. Az a lényeg, hogy a gyerekek ott legyenek a sportpályákon, és amit eddig megépítettünk, vagy ami eddig működött, ott az tele van. Hát vannak klubok, van teniszpálya, focipálya, így szóval van, sok minden van. Lehet sportolni. És mindenhol, most ugye nem tömegsportnak, hanem szabadidősportnak hívják, legalábbis amikor én Gödöllőn jártam nem egyszer, akkor bizony a legkisebbek futballtornájától kezdve, tényleg ott mindenki, aki sportszerető ott volt, és még egy olyat is láttam, hogy az egyik gyerek a nagypapáját, azt mondja, nagypapa, gyerekek futottak ott. Mondta a nagypapa, nem, én már nem, és addig-addig kérlelte őt a kisgyerek, míg a nagypapa is elkezdett futni. Szóval valahol, én azt hiszem, ott van nagyon igaz a polgármester úrnak, meg ez az egész elképzelés azért jó, mert ha most megint országos dolgokra tekintünk ki, akkor a népegészségügy az azért meglehetősen fontos, és ez valahol itt kezdődik. Hát most voltam egy orvoskonferencián, ahol erről szó volt. Hát, hogy az orvosnak szól a kérdés. Igen, hogy nincs jó állapotban ez az ország, és egyébként a lelki és a mentális állapot javításának alapfeltétel a fizikai állapot, és azt nekünk kell megteremteni. Olcsóbb, mint a gyógyszer. Olcsóbb, és nem igaz, hogy nincs lehetőség adott esetben lefutni két kört, ma már ezek nincsenek, vagy egy biciklivel elmenni egy túrára. Nagyon nehéz fölkelni reggel, ez igaz. Nagyon nehéz rávenni az embernek magát, mikor fáradt. De higgyék el, és ezt azért mondom, mert ez tapasztalat. Gyakorlatilag tényleg nem születésemkorom óta, de 10 éves korom óta benne vagyok a sportban, hogy ez elképesztő erőt ad. Számomra három dolog nagyon-nagyon lényeges, és azt hiszem, hogy ez megkerülheted. Egyik a hit. Nem feltétlen egy vigott vallásosságban tessenek gondolkodni, hanem az a hit, amiről Szörényi Levente azt énekli, hogy nem lehet, értsétek meg, nem lehet hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. Ez egy fantasztikusan jól megfogalmazott hitszemlélet. A másik a kultúra. Erről beszéltünk, hogy minden tekintetben kapaszkodó, az aktív kultúra, hogy én is szálljak be, hogy én is menjek el a kórusba énekelni, én is menjek el a színjátszó körbe, ilyen lehetőségek vannak, és a harmadik a sport. Ez a három olyan erőt ad az embereknek, ami lelkileg és mentálisan rendben karbantart minket, higgyék el nekem. És nincsen szükség gyógyszerre, nincs szükség, és a nehézségek is sokkal jobban elviselhetők. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, jöjjön máskor is. Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra.